Ez a cég egy kisiparos múltból kialakult. A 90-es években egy ismerősen megkeresett, hogy lenne 300 ezer svájci frankja, és úgy érzi, hogy a magyar gazdaságban lehetőség nyílik a privát szférának, és próbálja meg ezt a 300 ezer frankot okosan, bölcsen befektetni és gazdálkodni vele. Minden tevékenységet, lakhatástól kezdve a cégig Magyarországon oldottam meg. A cég induláskor 42%-ban svájci tulajdon volt, a család három tagja tette össze ezt a 300 ezer svájci frankot, és 58%-ban pedig én voltam a tulajdonos társ. Telephelyet étesítettünk Magyarországon, és földterületeket vásároltunk azzal a céllal, hogy a jövőben a terjeszkedésnek meglegyenek a feltételei. Székelyünket Budapesten hagytuk, az első íróasztalunk anyám konyhaasztala volt, és innen indult el maga a tevékenység. A kapitány nevet Magyarországon elsősorban az árnyékolás technikából ismeri mindenki, ennek a szakmának az egyik alapozója vagyok. Aki ezzel foglalkozik, eléggé öntevékeny, képes saját profilok kialakítására. A cég megjelölésében ugye két terület van, árnyékolás technika és fémszerkezet gyártás. Árnyékolás technika területén a napellenző gyártás a jellemző és a fő tevékenység, és ebben van egy-két olyan termék, amiben azért még mindig meg tudtuk őrizni a monopól helyzetünket, olyat, amit Londontól Moszkváig tudunk szállítani. Igen kiváló és igen nagy elismertségnek örvend. Retroról van szó. Ez a típusú szerkezet még a primitíven is, de valamikor, mint mechanika létezett. Úgy éreztük az akkori cégfőmérnökkel, hogy ennek valami reneszánszát meg kellene élni. Ezt felszerszámoztuk, igen nagy költségbe került, ez 5-10 éves fejlesztésről van szó. Igen nívós terméket hoztunk létre, az ollókaros napellenzőt. Fémszerkezet gyártása minden évben kiegészítő tevékenységként egy-két acélszerkezeti csarnokot vállalunk be tervezéstől kulcsátadásig, és nagyon szép projekteket valósítottunk meg. Van ennek a szakmának 3 évente egy világkiállítása, Stuttgartban, amelyen 6. alkalommal fogunk részt venni 2009-ben. Van egy viszonteladói hálózatunk, amelyik stabil, van egy-két nagyobb céggel kapcsolatunk, akik a rendeléseiket nálunk teszik le, rendelkezünk minősítéssel, hisz ma már egy nagyobb cégnek egy beszállítói lehetőségnél elsőként kérdezik, hogy van-e ISO vagy egyéb minősítésünk. Ezt a cég most már 10. éve folyamatosan elköveti, minden évben auditáljuk. A cégnek van honlapja, www.kapitánycsoport.hu. A kiállításon német, angol és magyar nyelvű prospektusokkal veszünk részt, és minden későbbi kapcsolat ez alapján történik. 35-40 fős dolgozói létszám van, itt ebben mindenki benne van a portástól a cégvezetői. A cég árbevétele jelenleg 400 millió forint. A nemzeti minőségi díjat nyertük el 1998-ban. A cég összes rendszerére vonatkozó díj a dolgozói elégedettségtől a vevői elégedettségig, ez mindent átölel. Hagytam a családi nevemet a cégben, aminek vannak előnyei és hátrányai. Előnye az, hogy a régi kisiparos múlt be tudott gyűrűzni az új vállalkozásban, és tovább vittem egy vállalkozásnak az alapvonalát. Mai napig találkozom a volt régi ügyfelekkel, akik úgy kerülnek vissza, hogy hát kapitány úr emlékszik rám, most a lányom építkezik, és ez egy büszkeséggel tölt el. Találkozom emberekkel, akik terméket vettek tőlem, és 10-20 év távlatából is megköszönik, és mai napig is használható dologgal bírnak. Versenyképes termékünk van, és minőségben nem tudok a hazai piacon különbet. Bármilyen kérdésen, amivel hozzánk jönnek, két útja van. Vagy azt mondjuk, hogy ez nem a mi területünk, vagy azt mondjuk, hogy ez a mi területünk, és akkor egy komplex ajánlatot szoktunk adni a legjobb lehetőségünk szerint. Fontosnak tartom azt is, hogy régi gárda van együtt, tehát volt, aki 32 évig dolgozott velem.
Nagyon fontosnak tartanám, ha az emberek tudatába el lehetne juttatni azt, hogy egy ilyen kérdésben is, és minden más kérdésben érdemes egy szakemberre hallgatni, érdemes egy szakembert megkeresni. Én azt ajánlanám mindenkinek, hogy bármilyen terméket, ipari terméket fog vásárolni, rosszabb minőségűt soha ne vegyen a kezében, mint amit mi tudunk nyújtani, mert akkor egészen biztos, hogy minőségi termékhez fog jutni.